A diákok felnőtté válási folyamatának első meghatározó állomása a ballagás és az azt követő érettségi. Az iskola életében viszont teljesen mást jelent, hiszen a tanárok évről évre elbúcsúztatják a végzős diákokat. Ez is mutatja a folytonosságot, hiszen 4 évente, 5 évente jönnek diákok, 4 évente, 5 évente elköszönnek tőlünk diákok. Ez az életüknek egy állomása, amihez mi hozzátesszük itt az iskolába, amit hozzátehetünk, tanítjuk, neveljük őket, majd természetesen a kimeneti mérésnél azért meg is nézzük, hogy mennyire volt hatékony ez az itt töltött 4-5 év. Az idei évben 161 végzős diákunk van, 6 osztályban ballagnak, kimenő rendszerben, a német nemzetiségi képzésben tanuló néhány diák is elköszön tőlünk. Angol 2 tannyelvű diákjai, az Arany János tehetséggondozó program diákjai, német nemzetiségi képzésben tanulók, ők 5 évig voltak az Alma Mater diákjai, és vannak a 3 éves vagy 4 éves képzésben tanuló diákok a természettudományos osztályban, matematika osztályban és a humán tagozatos osztályban. A tanárok az évek alatt hozzáedződnek a búcsúzáshoz, de állításuk szerint azért nekik sem könnyű. Major Rochlitz Ágnes például most először ballagott osztályfőnökként. Most debütálok a ballagáson, én is először így, mint osztályfőnök, ballagó osztályfőnök. Megható, megható. Egy kicsit elpityeregtük magunkat az utolsó osztályfőnöki órán, mert azért tényleg érezzük most már, hogy ez a búcsú pillanata, de közben büszkék is vagyunk. Büszke vagyok az osztályomra, és ők is büszkék lehetnek magukra. Nehezen engedem el őket, mert megszoktuk egymást az elmúlt 5 évben, és nehéz lesz úgy bejönni majd, hogy nem lesznek itt. De azt is tudjuk, hogy egyszer el kell engedni a gyerekeket, akár tanítjuk csak őket, vagy akár a sajátunk. Úgyhogy most elmennek, majd aggódunk értük itt. Az Eötvös József gimnáziumban idén több mint 160 végzős diák ballagott, és érettségizik a napokban.